Sziasztok, most érkeztem meg Ajkára, és most a szintén vonalbejárás lesz, mégpedig a Felsőcsingeri Bányavas utat fogom bejárni. Ott úgy tudom, hogy a sinek megvannak még, de csak 2016 óta nem használják, de Felsőcsingerig el lehet sétálni, és egyébként van belőle egy kiágazás, egy Halimba fele is, de az majd később, az egy későbbi bejárás része lesz, mert ott már egy szakaszon eltűntek a sinek is. De ott van benne egy Dacia, és egy de más nincsen, csak teherkocsik. Az Intercity pedig az előbb ment ki. És Ajka állomás mellett van ez is, egy kiállított 376-os gőzös. Egy előjelzővel és egy alakjelzővel. De nyilván az előjelző és alakjelző. Ezt eddig nem vettem észre, mert és sose szálltam le Ajkán, csak átutazóba voltam erre. Nézzük meg a másik oldalról is. Akkor egy kis kerülővel, és került ide a vágányítni. Ez a Felsőcsingeri iparvágány, az pedig a 20-as fővonal. És közben megérkezett, úgy látom, egy ÖBB-s Taurus, de szerintem kereszte vár, mert megállították, de nekünk erre kell menni. És ennek a végállomása a Felsőcsingeri lakodó. Hát akkor hát egyelőre egyenesen tovább. Aztán majd kicsit később majd mesélek a iparvágány történetéről is. Na közben akkor már haladunk a Csingerig vezető vágányon, és egyébként később lesz egy, na tessék, na, te is jókor, hiszen tudom, te ki vagy. Akkor a munkaügyet lerendeztük, és akkor nézzük. Hát itt meg valami, szerintem ez ilyen szénosztályozó, vagy nem tudom, mi lehetett ez itt, de ilyen érdekes egy építmény, ez biztos, viszont az is látszik, hogy ez már nem bűködik. Úgyhogy szépen haladunk tovább a vágányon, és majd kicsivel később lesz egy elágazás, ahol ugye a vágány ágazott el Halimba fele, a másik pedig Felsőcsingerre, és hát most ugye engem a Csinger érdekel, ugye a Halimbai az olyan, hogy a te szakaszon már a sinek is fel vannak szedve, azt majd későbbiekben fogom bejárni, és valószínűleg azt már biciklivel nem gyalog. Most bejárom az elágazásig. Na nézzük csak meg még egyszer ezt a nagy épületet. Szerintem egyébként szénosztályozó volt, bányához tartozott ez is. Hát ez bizony szerintem egy fénysorompó behatási pont lesz, és itt van a váltó, és ez már szerintem az lesz, ahol ugye a Csingeri elágazik. Ugye az Urkút fele van, az pedig ugye bal oldalt a térkép szerint is, tehát szerintem ez lesz az, és a másik, amelyik Halimba fele megy egyenesen. Hát ezt majd később fogom bejárni. Sőt, akkor ez lehet, hogy nem is a fényesülopó behatási pont volt, sőt, ezek szerint nem, hanem ez egy motoros váltó. Elég ritkasági parvágányon, de hát itt azért a bánya fénykorában azért elég komoly teherforgalom volt erre, úgyhogy valószínűleg indokolt volt. Aztán majd később mesélek a vonal történetéről, de hát ugye az utolsóbbi pár év az már csak árnyéka volt önmagának. És hát a befejezés is igazából ilyen bányához méltó volt, de erről majd később. 17-es szelvény, és itt fénysorompós átjáró, ami működik. Senki nem kértek, hogy 48-as sinek betonaljak, és hát nem bazalt hőágyazat. Hát azért volt itt terhelés az iparvágányon, úgyhogy ezt meg minőségére is építették át. És bizony itt van ez, és ráadásul ugye AST szerintem automata volt. Tehátok, még gyalogos átjárónál is ugye a labirint korlát megvan. És egyébként 2016-ig volt forgalom ezen a vonalon. De még itt átépítették az útátjárót is ilyen gumiellenesen, viszont a közút itt meg nem. Tehát a történet akkor röviden annyi, hogy a szénbányát az 1870 környékén fedezték fel, és a kiágazó iparvágány is akkor épült meg, hát ugye nyilván közben voltak átépítések. És eleinte szenet bányásztak itt, aztán később mangánérc bányát is fedeztek itt fel. Tehát a Csingeri, meg az Útkúti bánya az most már az utóbbi időben csak mangánércről szólt. Szóval igazán a fénykorát azt ugye 60-as, 70-es években érte a bánya, akkor azért hatalmas mennyiségekben bányázták a mangánércet. De a rendszerváltás után ez nagyon visszaesett, és gyakorlatilag a 2010-es években már a Dunafel vasfű volt az egyetlen
felvásárlója, meg az egyetlen megrendelője a bányának. És még történt itt egy olyan is, hogy itt volt ott a Csingeri patak, ami 2014 környékén megállott és elmosta a pályát. Már akkor is nagyon rezgett a léc, hogy helyre állítják-e vagy sem. Aztán végül is helyreállították, mert ugye a Dunafel akkor még ugye közölte, hogy azért hosszabb távon tervez a bányával. És végül is 2015 környékén ez meg is történt a helyreállítás, és továbbra is közlekedtek, általában olyan 4-5 kocsis tehervonatok közlekedtek Dacia-val ezen a szakaszon. Viszont 2016-ban váratlanul a Dunafel bejelentette, így akkor teljesen váratlanul tényleg egy telefonhívással, hogy nem kíván többet vásárolni mangánt, mert nem lesz már rá szükségük. Aztán valami profilváltás vagy valami hasonló történt a dologban, és már ugye nem foglalkoznak mangán feldolgozással. És ez a bánya végét is jelentette. És akkor a vasúti szállítás végét is, mert csak az egy bánya volt az egyetlen szállítóvonalon. Neki meg az egyetlen vevőjük a Dunafel volt, akik így váratlanul felmondták az érvényes szerződésüket is, és innestől kezdve akkor a bánya meg a iparvágás sorsa is megpecsételődött, és azóta nem járt erre semmi. Úgyhogy a történet az röviden ennyi. És ezt nézzétek, még a fényjelző is működik. Egyébként ez még mindig ajka. Következő András keresztes útát járóba. És itt igazából úgy látszik, mintha gondoznák a vágányokat is, bár szerintem ugye milyen belterületen van, szerintem ugyanúgy, ahogy a környéket is, szerintem közmunkásokkal kaszáltatják. Kíváncsi leszek majd ott az erdős területen, milyen állapotokkal fog találkozni, de hát eddig még sima ügy, meg simán járható. Ezt nézzétek, megyünk az erdei szakasz fele, viszont itt már mindig lakóházak mellett vagyunk. És akkor az ajka felüli rész, itt még mindig teljesen tiszta az űrszelvény, mint a csak tegnap ment volna az utolsó vonat. Itt pedig haladunk tovább, és lassan ugye ajka területét elhagyja a vasút, és itt lesz egy vasúti átjáró, ami jelzővel biztosított, viszont a táblák azok vadonatújak. És ezt nézzétek, itt van kiállítva egy gőzös Csingervölgy. Emléktáblát azt nem láttam, hogy de valószínűleg itt szolgált a bányavasúton valamikor réges-régen, és hát ugye visszakerült a helyére, nézzük. 1890-ben gyártották. És egyébként itt van egy ilyen kőemlékmű, de itt ezen nevek vannak rajta, akik támogatták a mozdony visszahozatalát. Szerintem fölmászni rá nem lehet, de azért majd bekuksizok oda a konyhájába is. Viszont az látszik, hogy gondját is elég, de teljesen újra van festve. Aha. Hát itt van a konyha. És hát itt van a története a Csingervölgyi mozdonynak. Most már látjátok, hogy eleve ide készült, 1953-ig itt is dolgozott, és 2007-ben került ide vissza. Egyébként közben megjárta a Sejpi cukorgyárat is, meg a Mátrai erőművet is. És közben rendületlenül haladok tovább. Ugyanis itt is van valami régi üzem. De hát úgy látom, ez is zárva van. És el tudom képzelni, hogy ide is volt valaki szó. Sőt, ott ugye volt egy árbetű, tehát ott volt valószínűleg ilyen lakodás volt, amikor még ez működött. És hát haladunk majd lassan tovább. És itt is egyenesen megy a sín, és majd itt fog befordulni szerintem ide az erdőbe mellettünk. Ez az épület is érdekes. Már most ez, és ez lehet, hogy lakóház egyébként, ugye egy ilyen sorház. De hogy régen nem az volt, az szerintem legalábbis én így arra tippelnék így ránézésre, hogy ez is valami ilyen üzemi épület volt, de aztán szerintem felújították és lakóház lett. És ez már Csingel. Szerintem közben ajkát elhagytam, ez már Csingel. Csak gyors volt az átmenet, hogy mondom, összeépült a két falu, vagy város. És itt van egy emlékmű, az Ármin bánya. Volt egy emléktábla kicsivel arrébb, voltak, hogy 2000-ben ez volt a legkorszerűbb bánya.
és 2004-ben be is zárták. És itt viszont, meg ez viszont a lakótelep, ez biztos, hogy a bányászoknak épült annó, az ilyen készenléti lakótelep. Itt pedig csillék. Igen, mert a bányának, hát illetve a bányáknak, vagy a több is volt itt, kisvasút hálózatuk is volt. De hát abból már semmi nem maradt, azt felszedték még akkor, amikor üzemeltek a bányák, 2000-es években, de már az utolsót. Tehát valószínűleg ez egy ilyen szállító. Így volt, igen. A bányászokat szállították ilyen. Az ember, hát nyilván meg a kibányászott anyagokat meg ilyen csillékkel. Legalábbis a közforgalmú részét a kisvasutatok szüntették, meg valószínűleg a bányák az a saját használatra még fenntartotta a kisvasút hálózatot. Ja, hát ez nem a bányához tartozik, csak 2007-ben ide ültettek egy fát. Na ezt nézzétek, eddig volt a jó világ, új Bond, ameddig Ajka és Csinger területén belül ment a vasút. És itt pedig a bányáknak a megmaradt épületei vannak, így üresen, bár ugye ezeket valószínűleg őrzik, mert mindegyiken kinn a tábla egy magánterület. És hát itt haladt tovább a vasút, hát itt már jóval gazosabb. Viszont még nem vészes, még járható. Épp azon gondolkodtam, eddig ideig sétáltam, hogy ide akár külön vonatot is lehetne szervezni. De hát valószínűleg csak addig, mert ide már azért valószínűleg kellene egy kisebb PFT munka, meg egy kis gazírtás, hogy itt bármi elmenjen. Bár mondjuk ezzel még éppen el tudna, mondjuk egy Dacia, egy pár személyi kocsival, de aztán kérdés, hogy mit tartogat még a pálya egész felső csingerig. Na most körülbelül ugye a harmadát jártam be. Egyébként 44-es szelvény. És itt van egy híd is. Szerintem itt van az a patak, amik elmosta. Igen, na majd az lesz a kérdés, hogy ott, ahol ugye helyreállították a pályát a földcsuszamlás miatt, ott mennyire sikerült ez, vagy mennyire végleges vagy idegenes megoldást csináltak. Már valószínűleg, hogy ha már akkor tudták volna, hogy még egy év, és akkor a bánya is be fog zárni, akkor valószínűleg az már nem történt volna meg a helyreállítás. Hát itt van a híd. És ezt nézzétek, van kiágazás. Bár ott az védőcsonka, viszont itt volt egy váltó is, és itt van egy másik vágány, amit a térkép egyébként nem jelöl, csak úgy mondom. De itt van, csak azt még jobban benőtte a gaz, mint ezt. De ott megy. Hát, jó kérdés, hogy ez mi lehet, meg hova, bár szerintem egy rakodóhoz megy. Térképen nincs jelölve. De párhuzamosan megy ezzel, csak ott már... Ezt még régebb óta nem használták, az látszik, hogy ott már fák nőnek a vágánytengelybe, itt pedig még nem, mert itt 4 éve még vonat járt. A másikon meg szerintem már évtizedek óta semmi. És eddig tart ez a kiágazó vágány. Itt lesz majd a váltó ismét. Itt már erdei szakasz bevágásban. Úgyhogy, és ott van a váltó. És egy újabb patakhíd. Egyébként ez nekem gyanús, hogy itt volt az, ahol elmosta a töltést, annó az áradás, mi 2014-ben, mert itt nagyon úgy tűnik, hogy ez egy ilyen septébe helyreállított híd, ugye nincsen korlátja se, meg ja, semmi egyéb. Ja. És más patakot meg eddig nem láttam, tehát szerintem itt volt, hogy... Aha, meg az ilyen frissnek tűnik ez a betonalapozás is, tehát ez annyi volt, hogy ugye itt megállott a patak, és itt elmosta a pályát, és végül is helyreállították, bár mondom, hogy nagyon rezgett a léc. Sokáig tanakodtak, hogy érdemes-e vagy sem. Aztán végül is meglett. Hát mondhatni, hogy még 2 évet élt utána a vonal, maximum, bár inkább csak másfelet. És ugye ismét itt a kétmegyes. Minden is egész tisztának tűnik. Hát ezt nézzétek. Erdei szakasz, de ahhoz képest gyakorlatilag itt patika tiszta.
Mármint ahhoz képest, amire számítottam. És egy újabb hét, plusz ott előttünk még egy külön szintű átjáró is van. Hát innen viszont szintén eltűnt a korlát meg innen, tehát ez volt a Csingerpatak, ami megáradt, aztán kicsit itt átrendezte a pálya viszonyokat. Hát most meglátjátok, hogy most meg nincs benne semmit. Itt a patak medve, és ez bírt annyira megáradni, hogy elmosta a pályát. Mert nyilván, hogyha hatalmas nagy zuhék voltak itt, akkor természetes. Hát akkor ez mégsem egy felüljáró, hanem valami... Hát valami más, hát most én meg nem mondom, hogy ez mi akart lenni fénykorában. Lehet, hogy lakodó, hogy innen felülről, de hát honnan, meg mit? Minden esetre érdekes. Egyébként élek a gyanúpárvel, hogy azért a teherforgalom leállítása után azért itt még jártak PFT masinák. Meg néha azért gyomírtás, meg ilyeneket csináltak rajta, mert szerintem itt az erdei szakaszon akár 4 év üzemszünet alatt is ennél jobban el tud durvulni. De hát lassan felső Csingerre is megérkezek, mert ugye alsó Csingert azt nemrég hagytam el, és a következő meg már felső Csinger lesz. És ott lesz vége a bánya területén a vasútnak. Ezek meg valószínűleg szintén ilyen bányászati lakások voltak, de ez már majdnem felső Csinger. Viszont kijöttünk az erdőből, és itt ismét, mint hogyha kardban tartanák a pályát, települése beérünk, és mint hogyha tegnap ment volna az utolsó vonat. De hát itt se annyira gazos, mint vártam. És ez már tényleg már majdnem felső Csingeren vagyok. Még szerintem végig járható is lenne. És látjátok, ez már az utolsó hív, ami felső Csinger fele fordul. Aztán nem tudom, hogy a bánya területén meddig lehet menni. Valószínűleg lesz egy kapu, és akkor ott vége mindennek, mert addig, de egész tiszta az űrszelvény, hogy nézem. És látjátok, itt vagyunk a 63-as szelvényben. És itt fordul rá szerintem a Sőcsingeri érkezés. A térkép szerint ez lesz az utolsó ív, és innen már nyíl egyenesen közútig. És akkor ott van egy buszmegálló Gizella Major néven, és onnan lehet Ajka fele visszamenni. Bár nem feltétlen muszáj nekem Ajkára menni, csak valami olyan helyre, ahonnan van vonat. Itt egy újabb átteresz. Ez is eléggé el van ungyolódva, viszont szerencsére ezek a vaslemezek azért itt voltak, ezen lehetett a legjobban átjönni. Hát egyébként még mindig az erdőbe, és ott arrafele egyenesen megy tovább a vasút. Nézzétek, közben itt vagyunk már a bányába. És itt van egy csonka, egy lakodóvágány, ott a földkúp, ott a vége. És itt egy váltó. A háttérre pedig, mintha látnék egy vagont, egy teherkocsit. Ami valószínűleg itt maradt. Viszont valahogy ki kéne mennem a közútra. És az csak erről lehet. Itt van a váltó. És bizony itt volt a régi rakodó. És bizony ez már itt a rakodó. Vannak alattunk a vágányok. Ott van a vagon. És itt még ilyen térvilágítás is van. És valahol itt van a bányának a bejárata. És egy vagont hagytak itt. És ott van a vágány vége is. Ott látszik a földkúp. De hát ide most nem megyek le, itt akkor agazva, hogy nem érdemes. Itt viszont egy konkrét faszállító vagon. Ott már nőnek benne a vagomba a fák. És ezen az úton lehet a közútig visszamenni. És hát akkor ismét Ajkán. Pont szerencsém volt, mert épp jött egy busz, amikor az jelöletlen buszmegállóhoz megérkeztem, ami meg is állt, és ráadásul szerencsére pont Ajkára jött a buszpályaudvarra.
Úgyhogy ilyen pár perc séta után ott leszek a vasútállomáson, ugye ott látszik a háttérben, ott már sinek vannak. És itt az utcán a következő jobbra az már az állomás. Tehát nem is kell még sokat gyalogolni se, és akkor a következő vonatot megvárom, aztán azzal már lehet is menni hazafele. Úgyhogy ez a vonalbejárás, ez ennyi volt Ajkától Csingai, legközelebb majd Halimbáig be fogom járni, de azt már szerintem biciklivel, mert mondjuk hosszabb is, és már nincsenek sinek, viszont a földút, ahogy a Google Maps-en néztem, meg van végig a vágányok helyén. És innen már csak az a kérdés, hogy mikor jön a vonat, de hát majd kiérek az állomásra és nézek egy menetrendet. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna innen Ajkáról. Köszönjük, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!